Üdv és mindenkit! És mit van ez a videók? Netán valaki azt hittem volna, hogy nem lesz meg ezek a videók tovább. Lesznek, fognak lenni még. Addig a szállítógépben vagyok, ülök, és elvetelek mindent le kell kamerázni. Felvételezni. És felrakni. Azért rakom föl, mert meg lehet tenni. Nagyon sokan hiszik azt, hogy figyelik őket az interneten. Egy közmunkás féti az egyéni jogait. Jaj, mi lesz? Megfigyelnek? A Facebook. A Facebook, meg a YouTube, meg egyéb más oldalak. Inkább a közösségi oldalak. És nagyon fontos, hogy tudják. És azt hiszik, hogy az információk olyan fontosak, a munkások, amit fontról fognak beszélni. Ugye a munkás saját magát tudja legjobban ismerni. Azt hiszi a munkás, hogy őt figyelik a másikok. Legyöngébb elmélyek, és külön új rétegek közé tartoznak. És ezzel, hogy újabb réteget hoztak létre, nem jó hatása vannak. Nagyon sokra nincsenek jó hatásra. És ezzel nem tenni kell. Munkás egyenlő az elmebetegekkel, ugyanazon a szinten vannak. Ugyanazt csinálják, minden nap ugyanaztat. Nyomnak egy számítógépet, inkább egy gépet, a gombot, és akkor van az, kapják a pénzt, és örülnek neki. És külön szeng nyelvet hoztak létre, külön ünnepeket. Itt volt a múlt héten a május elseje. Egy hét ezelőtt, és munka ünnep volt, és megünnepelték azt a munkát, hogy minak dolgozni. Ez komoly gondok vannak ebben. Nézzük egy munkást. Bírom azt, hogy munkás. Mi jött ki a Yahoo keresőbe? Kijön egy munkás ruha a legelsőnek. Itt van egy munkás. Ilyen cipőt húznak föl. Kesztyű. Ember, aki súlyban van, nagy a feje neki, és így néz ki egy üdőmunkás, és fogja a fejét. Így vannak megörökítve a munkások. Fogják a fejüket, mert hülyék. Ez más ruhában van. És külön réteget hoztak létre. Külön rétegeződést. Ilyen munkásruhák jönnek ki. Kényelmetlenek. Dösörni lehet bennük. Ez már jobban. Legók, rövid nadrágok. Ilyenek. Emilyen ruhák. Kesztyűk. És itt van legók. Mi a... Meg kell szoktatni a gyermeket a legóval, hogy munkásruhát kell felhúzni. Vannak! Nézném tovább be a Google kereső is! A G betűt. És emletileg a Google
Crashnek kell bejönnie! Első helyen. És ide is bérem azt, hogy... egy munkás. Tudnélik, hogy külön réteget hoztak létre. Szemetelnek. Molyak palackok bujsznak. Itten okoskodik. Nem magyar jön be, hanem szerb nyelven. Viszont sztrike. Képekre mit dob be. Itt van. És úgy van ábrázolva a benzinkutas, hogy mintha nincs ki mind a egy kereke neki, hogy örül. Annak vagy bír tankolni. Nagy hassal vannak ábrázolva. Has. Meg állandóan támaszkodnak mindennek neki. Mintha tudatlanok lennének. Google keresőjön be! Legyen magyar! Helyette szerb találatok jönnek be. Vérem azt, hogy... worker. Nézzünk angol, mit fog bejönni! Jóval jobban érti. Kereső is! Itt van, hogy is ábrázolja őket. Fogják, dolgoznak, ruhába vannak. Ez a munkásruha a külön rétegeződésnek a jele. Hogy ez tisztára felháborító. Ilyenek közé ez a gonosznak hatalmi szerenek a műve. És itt vannak a ez a legnagyobb szégyen, hogy a sátánisták is már ezt támogatják. Milyen sátánista az, hogy ezeknek adott külön jogokat? Az alapok az volt, hogy semmilyen kinek nem szabad jogokat adni. Külön rétegeket hoztak létre. Külön vannak. Külön szokások. Szemetelnek. Azon a szilapat óvónő is a szemetet a szemetesbe kell dobni. Ebben az esetben a valóságban a legnagyobb szemetelők a munkások. És meg kell fonni, és szemét be kell dobni, vagy se kell őket ásni. És itt vannak. Úgy néznek ki, mintha tudatlanok volnának. A képből. Mint a tudatlanok, mintha sötétek volnának. Úgy néz ki a kiállások, hogy kartól be van a kezük. Mintha nem is csinálnak semmit, vagy fognak is valamit. És mintha tudatlanságot. Mert tudatlanok a valóságban. És ilyen képek vannak fönt, hogy neked is tudatlannak kell lenned. Kétkező munkások, és örülnek annak, hogy dolgozhatnak. És itt van! Ezé. Ilyen rohadt szar kis köcsögökhöz kellett járni, hogy büdös munkás lehessé. Hogy örülsz neki, mozogsz, megcsinálod és örömet ad neked. Ez mutassa a kép. Képek meg! Nem kell sokat gondolkodnod. És mehetsz rajta. Megmostam. Másikokat. És vannak itten jó sok
rétegeződések, a büdösek, a ruhában be lehet büdösölni. Ez nem így fog menni. Hogy egy fölöslegessé váltak. El van a vírusa. Megvéd benneteket a vakcina. Van itt mondtam. Ez én memóriám jó. Én nekem jobba. Régen sokkal jobb orrásaim voltak, hogy a vakcina nem fog segíteni. Majan is van. Hallgattam a rádióban. Véletlenül felcsaltam azt a szociál pszichopata közszolgálatét, hogy az orosz vakcina minden mutációtól megvéd. Na, jobban beoltsák vele magukat, az is lehet, hogy meg, de az is lehet, hogy nem. Nem lehet tudni. Hogy semmi értelmét én nem látok a vakcinának. Megjön a másik verzió. Itt van már folyton ilyen, a másik, ilyen a következő. Addig jön, ameddig jön is fog. Olyan lesz, mint a... Hogy is hívják a... herpes, meg a... szifilisz. Meg a gyengített verziói. Hogy veletek fog maradni. Meg is érdemlitek. Fel kell azt fogni, hogy már kétkező gyári büdös munkásokra nincsen már szükség. Már fölöslegessé váltak. És vannak ilyen Covid verziók. És te vannak kered vele, mert 53,3%-on vannak. Vacinátiansz. Nem tudom megérteni aztat, hogy miért bíznak meg a gyönge elme a sima vakcinába. Ez olyan, hogyha befognák valakit, sima vízzel beutok, és azt mondom neki, hogy bennem van. Nem fog megfertőződni. Nem fogsz! Csak ne egyé a közelébe, akkor se. És ugyanaz a hatás szinte. Hány százalék? Annak, hogy te megmaradsz. És itt van, még mindig akarják, hogy olcsod a face maskot. Nézzük meg itt Szerbiában. Bírom azt, hogy eres! Hogy is áll a statisztika? Elméletileg növekedni fog, mert május volt, a számok 1277-et találtak. Tovább tényleg melyik találtak. És bírom a dátumot. 21. 5. hónap. 6. Vagy ezen az oldalon lehet megnézni, 1277, és akkor van ilyen statisztika. Itt van a statisztika. Így képzeltem el. És ennyi 154 millióan. Már inkább 154,5 millióan megfertőződtek. Nem tudják felfogni. Jó, vacsa nem fog megoldást nyújtani. Oda-vissza fogjátok ott adni magatokat. A munkásnak a munkás elmét könnyen el lehet baszni. Hát tönkre mentek, nem tudnak gondolkodni, rá is lehet nézni. Már rá vannak szoktatva már gyermekkorukba, hogy dolgozni kell, csákány kell fogni, napszemüveggel. Ez a rászoktatás.
Fégrált falat kell rakni. Itt van. Attól függ, mire vannak rászoktatva. Ilyen püdös cipők. Mindenki tudja aztat, gondolom én, hogy cipő meg szoknyába kellene szaladgálni. Ruha nélkül! Nem pedig büdös munkás ruhában. És itt van. Sok büdös ruhák, amik váltak! Vannak. És így. Ez a videó mostanában fel lesz töltve. Azért lett máma. Egyszerűen. Azt mondjam, hogy a vakcina nem nyújt megoldást nektek. Fel kell tudni fognatok azt. Most beoltsák magukat, és azt hiszem, nagy valószínűséggel látok, hogy 3 hét után nagyobb lesz az elházások száma. Nem minden vissza fog állni, úsmét jó sokat szabálnak, jó zsírosat, és nem lesznek, föld alá jutnak. De úgy is fogják kínni, hogy covidossak voltak, kapják a segélyt. Ennyi. És nőni fog a statisztikák. Köszönöm ismét a figyelmeteket, szevasztok.